Jó estét kívánok, kedves nézőink, köszöntöm Önöket. Híradónk után magazin műsorunkat láthatják. Benne elsőként az FC Ajka hétvégi mérkőzéséről láthatnak egy összeállítást. Kérem, tartsanak velünk! A Merkantil Bank Liga harmadik fordulójában szombaton az FC Ajka az Aquitel FC Csákvárt fogadta a Sportcentrumban. A vendégeknek két győzelem, a hazaiaknak egy győzelem és egy vereség volt a mérlege a mérkőzés előtt, amelyen a Nagy Róbert, Márkus Tibor, Demeter János játékvezetői hármas kontrollálta a játékot. Hiába kezdte jól az első villanyfényes találkozó első fél idejét az Ajka, a helyzeteket nem tudták kihasználni. A 15. perc után kezdett ébredezni a Csákvár, ezután már egy-két helyzet adódott előttük is, de nagy veszélyt nem jelentettek Gőce kapujára. A 23. percben Gunter lövésénél a kapufa mentette meg a vendégeket a góltól. A 35. percben Bakos megszerezhette volna a vezetést a Csákvárnak, a labda azonban keresztben elment a kapu előtt. A vendéghelyzet után ismét az ajkaiaknak adódott nagy lehetőségük, Gunter szabadrúgása után Kovács fejelt, ám a labda ezúttal sem landolt a hálóban. A szünetben ünnepélyes pillanatoknak lehettek tanulni a nézők, hiszen ekkor adták át az új pálya világítást. Az eseményen Dunai Antal olimpiai bajnok labdarúgónk, Kaibás Dezső klubelnök, valamint Schwarz Béla polgármester is méltatta a beruházást, és a kivitelezők is tiszteletüket tették. A második játék részben kiegyenlített volt a mérkőzés. Az együttesek dolgoztak ki helyzeteket, de ezeket nem tudták értékesíteni. A 82. percben aztán egy baloldali beadást követően a labda Bakoshoz került, aki a lábak között az ajkaiak kapujába lőtt. Ezzel kialakult a 0-1-es végeredmény. Nem erre számítottunk, tudtuk, hogy a Csákvár egy kellemetlen ellenfél, hiszen a támadó vonalban gyors, erőszakos emberei vannak, és ez bebizonyosodott a mai mérkőzésen is. Ennek ellenére azt mondom, hogy 70 percig rendben volt a játékunk, az első félidő főleg. Az első negyed óra 20 percben meg kell volna szereznünk a vezetést, ez sajnos nem sikerült. A második félidőre úgy jöttünk ki, hogy ott folytatjuk, ahogy az elsőnek az első negyed órájában csináltuk, tehát azt próbáltuk még egyszer megismételni. Ahogy az idő haladt előre, egyre inkább azt láttam, hogy egyre veszélyesebbek a Csákvárnak a kontrái, úgyhogy úgy is cseréltem, hogy a pálya közepét próbáltam megerősíteni. Erre nem számítottam, hogy egy ilyen lepattanó, vagy lecsorgó, vagy ilyen labdából mondjuk ilyen gólt kapunk. Ez a védőimnek a hibája, nyilván valamit ezerszer elmondtam nekik, hogy a labdás emberre azonnal rá kell lépni, tehát nem szabadon hagyni őket, vagy lőni, engedni. Ez most megtörtént sokadszorra, úgyhogy meg a másik tanulság nyilvánvalóan az, ami Szolnokon is megvolt, ott is megvoltak a lehetőségeink. Az első 30 percben csak nekünk volt első helyzetéből az ellenfél gólt rúgott. Most ugyanez történt, hogy egy ilyen kósza labdából megszerezte a győzelmet a Csákvár, amit mondom, sajnálok. El kellett volna dönteni, én is azt gondolom, az első fél időben már ezt a mérkőzést. Így van, de sajnos ilyen paszban vagyunk, azt kell mondanom, hogy a támadóink nem tudnak betalálni. Mondom, ma is megvoltak a lehetőségek, Major Norvi lábában is benne volt, Vitinek is volt lehetősége, második félidőben is voltak beadások, de nem tudunk odaérni a kapu elé. Későbbiek folyamán számíthatunk-e még ilyen késői kezdésre, illetve ez a megvilágított pálya azért egy más hangulatot varázsol ide körénk? Hát ezért reménykedtem abból, hogy a fiúk ezt átérzik, ezt az ünnepet, ami mai Ajkán volt. Minden esetre valóban így van, hogy teljesen más egy ilyen mérkőzésnek a hangulata. Sajnálom, hogy nem tudtuk ezt ünnepélyesebbé tenni. A következő mérkőzéseink is, ugye jövő héten is, meg utána héten is itthon játszunk, ugyanígy 7 órakor lesznek este. Végig nagy taktikai csata folyt a pályán egész mérkőzés alatt. Úgy éreztem, hogy egész mérkőzés alatt benne volt a játékunkban a gól, és több helyzet sikerült kidolgoznunk az első, illetve a második fél időben is. Hál' Istennek, hogy a második fél idő vége felé sikerült egy gólt találnunk. Gyönyörű szép találat volt, azt kell mondjam, Bakos Szabolcs révén. A lényege az a mondanomnak, hogy nagyon fegyelmezett volt a csapat, rendkívül tisztán játszottunk, próbáltuk a taktikai utasításokat betartani, és megérdemelten nyertünk a mai mérkőzésen. Igen, erősen sikerült indítaniuk a szezont, azért 3 mérkőzésből 9 pont, nem tudom, sikerült a jelen pillanatban valaki másnak is ez még. Én úgy tudom, hogy a Szolnok nyert Szigetszent Miklóson. Hát mi is úgy érzem, hogy elkaptuk a rajtot,
hiszen három győzelem azért nagyon szép. Nyilván lesznek még nehéz periódusaink a bajnokság folyamán, de próbálunk erre ebből építkezni, és a későbbiek folyamán erre nagy erőt fektetni, hogy eredményesek legyünk.